Megállapítható, hogy a kiskorúak veszélyeztetésének észlelésétől kezdve 2007. augusztus folyamatos és azonnali intézkedéseket foganatosítottak mind az ügyben eljáró hatóságok, mind a gyermekvédelmi szolgáltatók. A gyermekvédelmi rendszer szereplői voltak azok, akik feltárták a gyermekeket ért súlyos sérelmeket, majd az észlelést követően léptek és kezdeményezték a szülők, valamint a nagyszülő büntetőjogi felelősségre vonását a kiskorúak veszélyeztetése miatt. Az interpellációban szereplő cselekmények büntetése lehetséges a BTK alapján. A törvény kiskorú sérelmére elkövetett ilyen súlyú cselekmények esetén a legsúlyosabb büntetési nemet, a szabadságvesztést alkalmazza leginkább. A képviselő úr interpellációjára összegzésként elmondható, hogy mind a gyermekvédelmi rendszer, mind a nyomozó hatóság szakszerűen intézkedett. A gyermekvédelmi rendszer szakmai feltáró munkája nélkül nem jutott volna sem a sajtó, sem az interpelláló képviselő úr tudomására ez a szörnyű eset. Kérem válaszom elfogadását. Kérdezem képviselő úr, elfogadja a választ. Tisztelt házelnök úr, képviselőtársaim! Az esetet sajnálatosan nem a mi fantáziánk szüleménye, és sajnos az, hogy lássuk, hogy mennyire nem működik ez a rendszer, annak néha szükség van, hogy az ilyen események és napvilágra kerüljenek. Tehát nem tudom elfogadni a válaszát, mert sajnos nem működik jól az egész gyermekvédelmi rendszer. Pont ez a példátlan brutalitás bizonyította, ami megtörténhetett évekig ezeken a szerencsétlen gyermekek a sérelmére, hogy egyszerűen nem észlelték se a gyermekvédelmi hatóságok, se az iskola, se az rendőrség vagy egyéb olyan szerv, aki intézkedni tudott volna. A büntetőjogi szankciórendszerünknek a tarthatatlanságát meg szintén mutatja, hogy ez a rendszer legsúlyosabb esetben szabadságvesztéssel büntethető, holott látható, hogy nem emberi lények követnek el ilyen cselekményeket. Köszönöm. Képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérdezem, a tisztelt házat elfogadja. Kérem, szavazzanak. A ház a választ 243 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, Nagy Andor a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a vidékfejlesztési miniszterhez. Mit tehetünk az iskolatej program sikeréért címmel? Képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, bármennyire megdöbbentően hangzik is, ma Magyarországon mintegy 100 000 gyermek alultáplált, és 20 000-re tehető azoknak a gyermekeknek a száma, akik szószoros értelmében éheznek. Pedig az ő jövőjük a mi nemzetünknek a jövője is, ezért minden lehetőséget meg kell nekünk ragadnunk ahhoz, hogy egészségesebb életmódhoz segítsük őket. Egy ilyen lehetőség az úgynevezett iskolatej program is. Maga az Európai Unió is kiemelt figyelmet szentel ennek. 80 millió eurót fordítottak csak ebben az évben iskolatej programra, és ezt az összeget az elkövetkező évben mintegy 5%-kal növelik is. Kicsit önkritikusan el kell mondanunk, hogy Magyarországon az iskolatej programmal kapcsolatban nem állunk igazán jól. Már a velünk hasonló fejlettségi szinten lévő közvetlen szomszédaink is jóval előttünk járnak. Örvendetes tény ugyanakkor, hogy míg a bajnai kabinet 400 millió forintra csökkentette az iskolatej program támogatását, addig a mi kormányunk ezt 400 millió forinttal megemelte, most 800 millió forint áll rendelkezésre iskolatej programra. Ez kedvező fejlemény, de az a helyzet, hogy a pénz nem old meg mindent. Ugyanis az ellátott gyermekek körének bővítését adminisztratív akadályok nehezítik. Ráadásul az eddigi gyakorlat alapján éppen azokat a gyermekeket a legnehezebb bekapcsolni a programba, akik a leginkább rászorulnának erre. Jelenleg az amúgy is komoly pénzügyi gondokkal küzdő intézmény fenntartóknak ugyanis diákonként közel mintegy 7000 forinttal kell előfinanszírozniuk a pályázatot, mert az elszámolásoknak és a kifizetéseknek indokolatlanul hosszú, mintegy 4-5 hónapos az átfutási ideje. Ehhez jön még az a tény is, hogy az önkormányzatok 2/3 csupán néhány fős apparátussal működik, ahol a nehézkes, még mindig teljes egészében papír alapú pályázati rendszer egyéb fontos feladatoktól vonja el a munkaerőt.
Nem csoda tehát, ha azok is teherként élik meg a programban való részvételt, akik egyáltalán be tudnak ebbe lépni. Az a kérdésem önhöz, államtitkár úr, hogy Romániához, Csehországhoz vagy Szlovákiához hasonlóan Magyarországon mikorra tervezzük végre az 1+1 hónapra lecsökkenteni az iskolatej programban az elszámolások és a kifizetések elviselhetetlenül hosszú átfutási idejét. Ezzel az egyszerű intézkedéssel olyan kis települések is csatlakozhatnának a programhoz, amelyek ma képtelenek megfinanszírozni a 3+1 hónapos átfutási időt. Mikorra tervezzük továbbá, hogy a pályázók körét kiterjesztjük olyan civil szervezetekre és termelőkre, akik tehermentesíteni tudnák az amúgy is leterhelt önkormányzatokat, ahogy egyébként erre szintén a környező országokban van példa. Tisztelettel várom ezekre a kérdésekre a válaszát. Válaszadásra megadom a szót Ángyál József államtitkár úrnak, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Az ön által felvetett témakör talán az egyik olyan, amelyben a parlamenti patkó mindkét oldalán ülők támogatásukról biztosíthatják a kormányzatot. Hiszen Magyarországon, ahogy ön is az interpellációjában említette, kb. 120 ezer gyermek nem jut megfelelő élelmiszerhez, és 30 ezer körülire teszek azoknak a gyermekeknek a számát, akik éheznek, illetve csak az iskolába jutnak élelmiszerhez. Mindez a 21. század első évtizede végén az Európai Unióban áll így, a mi hazánkban. Annál is inkább megdöbbentő ez az adatsor, mert tudjuk, hogy az első polgári kormány idején indult el az iskolatej program, azaz a rászoruló gyermekek tejhez juttatása. A 2002-es kormányváltás után, mintegy két éves kihagyás után indította el Gyurcsány Ferenc kormánya a programot Igyál tejet program néven. Ez sajnos ugyanúgy végezte, mint a szocialista kormányzat sok egyéb más kezdeményezése, azaz szép csendben lassan kimúlt. A kezdeti 2 milliárd forintos költségvetési forrás sikerült a 2010-es költségvetési évre 400 millió forintra redukálni. Hangsúlyozom mindezt akkor, amikor Magyarországon folyamatosan nőtt a szegénység, nőtt a rászoruló gyermekek száma, és egyre többen mentek reggel éhesen az iskolába. Időközben a gazdasági nehézségek elérték a tejtermelő ágazatot is, folyamatosan veszítettek piacot a tejtermelő gazdaságok, romlottak a felvásárlási árak, volt olyan időszak, amikor egy liter tejért 45 forintot fizettek a felvásárlók. Tehát a tejágazat értékesítési nehézségekkel küzdött, a rászoruló gyerekek éheztek, és nem volt olyan kormányzati erő, amely ezt a két igényt összetudta volna kapcsolni. Tetézte a bajt, hogy a programban részt venni képes önkormányzatok helyzetét is egyre rontotta a szocialista kormányzat, és egyre nagyobb nehézséget okozott ezeknek az önkormányzatoknak a program előfinanszírozása, hiszen valóban, ahogy említette, nagyon hosszú idő telik el, míg a központi forrásokhoz az önkormányzatok hozzájuthatnak. Persze ezáltal arra is lehetett hivatkozni, hogy csökkent az igény, hiszen egyre kevesebb önkormányzat volt képes egyáltalán részt venni a programban. Az igény azonban nem hogy csökkent volna, hanem növekedett mind a termelői, mind a fogyasztói oldalról. Ezt ismerte fel a jelenlegi vidékfejlesztési kormányzat, és döntött úgy, hogy duplájára növeli a 2011-es évben a költségvetési támogatást az Igyál tejet programhoz, az iskolatej programhoz. 2011-ben 800 millió forint fog a rendelkezésre állni. Tudjuk persze, hogy még ettől is több forrásra lenne szükség a rászoruló gyermekek ellátása érdekében, de a súlyos gazdasági örökség ma ennyit tesz lehetővé. Való igaz azonban, hogy vannak adminisztratív nehézségek is, melyeknek az elhárítása fontos feladat. Ennek érdekében a mezőgazdasági kormányzat szándéknyilatkozatot írt alá a program szereplőivel a Tej Világnapja alkalmából szeptember 29-én. A támogatás lehívásának az időtartama valóban a leghosszabb Európában, ez súlyos terheket ró a résztvevő önkormányzatokra. Az sem kérdés számomra, hogy a 21. században, mikor gyakorlatilag minden támogatási igény elektronikusan is benyújtható, az iskolatai programot igénylő adatlapját is így módon kell kezelni. És az sem kérdéses, hogy egyéb szereplőket is be kell vonjunk. Tájékoztatom képviselő urat, hogy a készülő rendelet, amely a 2011 évi iskolatej program szabályozásáról szól, olyan feltételeket szab, amelyek ezeken a körülményeken segítenek. Vagyis a beszállítók, a tejfeldolgozók is jogosultá válnak erre a támogatásra. Ettől azt reméljük, hogy előfinanszírozásba be fognak szállni ezek a beszállítók, és az adminisztráció is csökkenthet, hiszen nem 50 pályázatot kell adott esetben benyújtani, hanem a beszállító ezt az egy pályázatot benyújthatja.
a GMO-mentes takarmányt előnyben részesítjük, továbbá megteremtjük az elektronikus pályáztatás és a támogatási időszak lerövidítésének a feltételeit is ebben a rendeletben. Kérem válaszom elfogadásán. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a választ. Köszönöm szépen, államtitkár úr, ezt a választ természetesen elfogadom, nagy meglepetést keltenék, ha nem fogadnám el ezt a választ. A 2 deciliter tej naponta a gyerekeknek persze nem megváltás, de nagyon fontos dolog, hogy ezt legalább megkaphassák, és nekünk, politikusoknak az a dolgunk, hogy az emberek életét nem megnehezítsük, hanem megkönnyítsük. Én örülök neki, hogy ebbe az irányba elmozdulunk. Könnyítsük meg azok életét, akik segíteni akarnak a gyerekeken, meg segíteni azokon a gazdákon, akik a környéken élnek, iskolák környékén is el tudják adni azt a tejet, amit aztán a gyermekek meg tudnak enni. Az is egy jó hír, hogy végre áttérünk, ennek is épp itt volt az ideje a papír alapú elszámolásról, rendszerről az elektronikus elszámolásra. Én itt voltam azon a rendezvényen a tej napján, amelynek a fővédnöke, a köztársasági elnök felesége Makrai Kati volt, és mint egy 60 művész próbálta meg népszerűsíteni ezt az akciót, hogy minél több éhező gyermek kaphasson tejet. Köszönöm a választ, és el is fogadom. Tisztelt Országgyűlés, Kaufer Virág és Jávor Benedek az LMP képviselői interpellációt nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Logisztikai park a lakónegyed közepén, a tököli katonai reptér esete a fideszes gazdasági körökkel címmel. Képviselő asszonyt illeti a szóparancsol. Bocsánatot kérek, helyette Jávor Benedek képviselő úré a szó. Köszönöm, elnök úr, igen, én fogom elmondani az interpellációt. Tisztelt államtitkár úr, Érd, Százhalombatta, Szigethalom, Halásztelek, Tököl. Számos ipari és közlekedési szennyezőforrásnak kitett települések a főváros szomszédságában. A térség legújabb keresztje a tököli repülőtér, amelyből a területre szemet vető befektetők fapados légikikötőt, újabban teherszállító gépeket vonzó logisztikai központot fejlesztenének. A létesítmény körbe van építve lakóingatlanokkal. A legközelebbi halászteleki ház 500 méterre, Szigethalom 700 méterre van, az érdi házak tetejét pedig szinte súrolják a fel- és leszálló gépek. A zaj határérték túllépése mindennapos, emellett a repülőtér működése állandó ivóvízbiztonsági kockázatot is jelent. Az ügy és a reptér már ma is jelentő zajhatása miatt egymást érik a lakossági tiltakozások, illetve a hatóságoknál indított eljárások, eddig több mint 6200 tiltakozó aláírás is összegyűlt, mint hiába. A petícióban azt kérték a helyben lakók, hogy a kormány ne járuljon hozzá az ingatlan repülőtéré való nyilvánításához, szüntesse meg a kormányhatározat repülési funkció megtartására vonatkozó részét, és fogadja el a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium korábban született szabályozási javaslatát a nem nyilvános fel- és leszálló helyeken folyó repülési tevékenységek korlátozására. A kormány képviselőinek két részletben 2008 tavaszán és 2009 őszén átadott petícióra a mai napig nem érkezett válasz. Szeretnénk tudni, hogy ez alapján a környéken élők joggal gondolhatják ki azt, hogy a kormányzati szándék a tököli reptér felfejlesztése. Ezt már csak azért is fontos lenne tisztázni, mert annak idején nevetségesen olcsó, mint egy 2 millió forintért jutott hozzá a tulajdonos a 408 hektárhoz. Ha a területet más célra, például lakóvezetként értékesítik, az állambevétele jóval magasabb lehetett volna. A leszálló hely törvénytelennek látszó, mindössze egy nap alatt lezajlott engedélyezése miatt Szigethalom korábban törvényességi felülvizsgálatot is kezdeményezett, mivel a folyamatban nem mondták be az illetékes környezetvédelmi hatóságot, bár ez a kett szerint semmisé tenni az engedélyt, a reptér ma is üzemel, holott a törvénysértést, illetve az önkormányzatok és a helyi lakosok kizárását az eljárásból a vádhatóság is elismerte. A helyiek szerint a hatóságok hozzáállása azzal is összefügghet, hogy a területet egy Demján cég privatizálta, és jelenleg a Fidesz alapító Vasler Tamás által vezetett cég fejleszti. Ezek a szempontok azonban nem írhatják felül a hatályos jogszabályokat és az egészséges környezethez való állampolgári jogot. Mindezek miatt kérdezzük, hogy van-e olyan a nyilvánosság előtt nem ismert gazdaságfejlesztési érdek, amely indokolja, hogy a térség lakossága bizonyíthatóan az egészségre ártalmas zajterhelést kelljen, hogy elviseljen, és egyéb környezeti kockázatoknak legyen kitéve egy vélhetően törvénytelenül engedélyhez jutott repülőtér miatt. Ha nincs, akkor mit és mikor tervez tenni a kormány a jogsértő helyzet megoldása több mint 100 000 ember nyugalmának és biztonságának visszaadása érdekében? Várom megtisztelő.